csökkentsék az energiafelhasználást már most annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a téli megszorítások. Erre szólította fel a lakosságot a francia elnök. Emmanuel Macron szerint mindenkitől önkéntes erőfeszítésre, energiajózanságra van szükség. A francia államfő azt mondta, a kormány célja a jelenlegi fogyasztás 10%-os csökkentése, ezért azt ajánlotta, hogy az emberek melegben kevésbé intenzív légkondicionálást használjanak, a téli fűtésszezonban pedig a lakásokban 19 Celsius fok körül legyen az átlag hőmérséklet. A cél az, hogyha nagyon hideg telünk lesz és európai szolidaritásra lesz szükség, akkor is túljussunk rajta a 10%-os megtakarítással. Fogalmazott Macron, aki arról is beszélt, hogy a szolidaritás jegyében Franciaország szükség esetén gázt szállíthat Németországba elektromos áramért cserébe. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a közösségi médián keresztül közölte, hogy az EU korlátozni szeretné a csővezetékeken Európába szállított orosz gáz árát. A bizottság célja a villamos energiakereslet visszaszorítása, valamint az energiacégektől származó adóbevételek felhasználása a kiszolgáltatott fogyasztók és vállalkozások támogatására. Németországban, amely az EU egyik olyan országa, amely a leginkább ki van szolgáltatva az orosz gáznak, elhalasztják a még működő 3 atomerőműből 2 bezárását, jelentette be Robert Habeck alkancellár gazdasági miniszter. Habeck azt mondta, nagyon magas szintű az ellátásbiztonság, amit az is mutat, hogy Németország energiaexportőr. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy télen vészhelyzet keletkezik, ezért elővigyázatosságból csak 1 atomerőművet állítanak le az év végén 2 tavaszig, az energiaellátásbiztonság biztonságának fenntartása érdekében készenléti üzemmódban tartanak. A Nyugat-Európába gázszállító északi áramlat egy vezetéket Oroszország lezárta, azt állítva, hogy a nyugati szankciók miatt nem tudja befejezni annak karbantartását. A német alkancellár erre úgy reagált, hogy Moszkva valótlanságokat állít a vezeték műszaki állapotáról.